Hát szerintem hiába várok, ez nem fog elállni. Pont amikor elkészültem a tyúkollal. Ja. Tiszta röhely, legközelebb nem fogom szídni ettől a ezért a havat. Most meg megered az eső. Komolyan mondom, legyen nyár, én már annak is örülnék, ha jó idő lenne. Ez zúg az eső, uram Isten. Ja, meg le kéne mennem a faluba. Hívott az ügyvéd úr, aztán mondta, hogy tudja, hogy eléggé szar a helyzetem. Kapok tőle egy fűnyírót, kikészítette a ház elé. Ezt akkor le tudnám nyírni a füvet. Ja, hát jó van. Ja, kapok tőle, igazából. Ja. Amennyi pénzzel lehúzott, úgy nem nehéz kapnom tőle. Na jó van, pattanjunk fel aztán. Aztán... Meg hogy van ez az eresz, rosszabb, ette volna meg. Ja, szomszédból közben hordtam át még egy kis faanyagot, azt összedobtam egy tyúkolat. Hát jó van. Első tyúkolnak ilyen lett. Gondoltam lefestem, de inkább meguntam. Megeredt az eső. Majd lefestjük máskor. Ó, rossz se vegye meg. Ja, arra gondoltam, hogy tyúkokat kellene tartanom. Ja, le kéne mennem, de ebbe a szakadó esőbe le kéne mennem a faluba. Na mindegy, lemegyek a faluba, aztán ó, hogy nincs kabin ezen a rohadt traktoron. Lemegyek a faluba. Lemegyek a faluba, elhozom a fűnyírót. Aztán akkor le kéne nyírnom a füvet, hát talán eláll az eső. Meg el kéne mennem tyúkot venni. El kéne mennem tyúkot venni, aztán akkor tojásból szerintem gazdagodnék. Legalább megpróbálkozunk ezzel a tyúk dologgal. Veszünk egy tyúkot. Ezt megnézzük, mennyire tud a tojást, és akkor érdemes, hogy megnézzük, mennyire tudom eladni a tojást. És akkor ugye kiderül számomra, hogy most akkor hány tyúkot érdemes venni, hogy nekem ez üzlet legyen. Egy jót érzek ebben az esőben, talán egy kicsit olvadni fog a hó, de ez a rettenetes. Na jó, hát húzzunk bele, most már legalább ismerjük az utat. Ja, hát a fűnyírót azt így tudom felhozni. Nem a hátamon akarom, úgyhogy le kell menni, érte. Igen. Ez van. Ez van. Majd később vlogolni is kéne. Hát nem olyan nagy nézettség volt azon a vlogon. Megcsináltam a vlogot, hát nem is lájkoltak. Meg olyan... Egy-ketten írtak hozzá, hogy a ku... Ja, írták, hogy a kukoricám az nem jó. Mi a szar? Hát ez hogy lehet? Hát mindegy. Majd megnézzük a dolgot. De hogyha nem jó, akkor le kéne kaszálnom. De valamit kellene beleültetni. Arra gondoltam, hogy lehet, hogy répát vagy krumplit kéne ütetnem, kéne vennem parzsák krumplit, földobom. Ezt meglássuk, nem? Ezt elpotyogtatom. Csak először föl kéne valahogy kapálnom, kellene egy kapa. Ó, hát amikor semmilyen nincs az embernek, akkor aztán az... Na? Amikor a szegénység vassza a nyomorúságot, mi? Na, az van. Még jó, hogy ez a traktorom van, nem gyalog kell mennem a városba, de még az eső is esik. Állítom, csak fölöttem van felhő. Komolyan, arra meg már ki van derüve. De meg itt felöttem meg zuhog az eső, tiszta meg. Jó, kell vlogolnom. De mondjuk ez a traktor már jobban nem rozsdásodik, a fejemen kopogva. Az eső. Meg kellene nézni máshonnan, nem lehetne lopni valamit, nem? Most lehet, hogy vannak olyan helyek, ahol lehetne valami csórni, csóreszóni, kölcsön venni. Mi van? Mi ez a izé? Kis kukoricafő. Jöjj, neki is. Három sor kukoricád van, oda rohadt. De legalább most már tudom, akkor ez el van rohadva. Jó van. Hát amire én izé, kitanulom ezt a gazdálkodást arra. Én fölkopik az állam. Mondjuk a fából, a fa az megy. Hát de... Ott odahaza is magyarba, ugye? Hát a fát azt tudták még a izé, tesók is hordani. Még az nem a sajátjukat, azt is, mondjuk én is tudnék kivágni fákat. Nem, itt kivágnám a fenyőt az udvarba. Amit nézne a szomszéd. Jó van, na. A trambulint kihagytátok el, az kivég. De legalább nekik van trambulinjunk, na. Menjünk a izébe, menjünk az ügyvéd úrhoz. Oda kikészítette a fügyirót, hát letolom a füvet, én nem szarakodok. Nem tudom, hogy mondjuk a hóba nem tudom, hogy fogom tűrni a füvet. Mert meg kéne nézni, hogy hol van, hol tudnénk venni tyúkot. Az jó lenne.
Tyúkot kellene vennem, állatot kéne vennem, tyúkot, állatot. Egy darab tyúkot fogok venni, nem veszek többet. Meg igazából annak kellene kaja is, nem? Nem van, majd szerzünk valahonnan. Na, mindjárt ott vagyunk az ügyvéd úrnál. Nem élem, jó fűnyírója. Azt mondta, hogy nagyon pöpec. Kicsit nehezen indul, de amúgy jó. Na, kíváncsi leszek. Itt is vagyunk az ügyvéd úrnál. Az ügyvéd úrnál! Istenem, ver az élet. Na. Azt mondta, nincsen itthon. Megnézzük, ja. Aha, oda várjál már, oda is járok. Álljunk meg. Álljunk, csuk meg, mert nem lesz tény, nem bizony, azt a vetyár, milyen a rozsda kupac. Édes Mária, ez? Komolyan? Ez? Hát ez nem csoda, hogy odaadja. Hú, te fiú. A légszűrő tiszta kosz. Hát ez tiszta rozsda kosz. Jézus Mária. Ez. Parfis. Setrű. Várjál, föl kéne rakni a platóra. Bazza, ez nem egy... Sérvet kapok, hogy rohadt életben. Sérvet kapok. Au! Tököm, ki van ezekkel a nehéz cuccokkal. Komolyan mondom. Régebben nem volt ilyen problémám. Hát még békebeli benn az anyag. Azt a betyár ezt... És ez? Nincs itt hol az ügyvéd úr. Ez a farfis lesz, mert lovasítsuk már meg. Ez jó lesz nekem. Jó lesz nekem. Jó lesz nekem. Jó van. Isten áldjon. Ügyvéd uram. Nem, parfis nem én loptam el. Jó van. Ezt jól beállítottam oda, oké. Jó, menjünk hozzá, aztán le kéne csapni a füvet. Jaj, a csukot meg kéne, megnézem, álljunk meg. Megnézem a telefonomat, álljál meg a telefonomat, meg kell nézni. Azt mondja, hogy van olyan, hogy GPS, Google Maps, és akkor állatkereskedő, följebb van az állatkereskedő, ott van az állatkereskedő. GPS-en nem tudom bejelölni. Hogy megjelölése. Jó van, GPS-en megjelöltük. Meg jó, hogy van korlátlan netem van. Ugye tudom használni a Google Maps-ot, ugye. Jó van, menjünk ezerre. Nem nincs semmi. Veszek egy tyúkot. Aztán akkor meglássuk, hogy ez hogy megy. Veszünk egy darab tyúkot. Meg megnézem, mennyibe kerülnek a disznók. Vennék kis időmalacokat. Azt megnöveztem, azt eladom, nem? Vagy ez hogy? Jaj. Jaj. Jó van, oké. GPS-t oda találunk. Szuperul. Nem így oda putri, ha az parabolának meg nagy kell lenni, ami? Jaj. Jó, majd vissza kell jönnöm. Ott is van. Egy kis telekje van itt. Ez miért nem műveli? Nézzed meg. Föveri a gaz. Az biztos izé... Valami youtuber lehet, vagy nem tudom. Ez a youtube, ez nem tudom mennyire fog menni. Egyébként néztem ilyen csatornákat direkt, hogy mondom, tanulok belőle gazdálkodást. Tényleg az kellene. Néztem, találtam egy ilyen valamilyen csatornát. Vagy Kepler the tankot. És Kepler? Vagy Kepler? Kepler the tankot. Hát az csinál ilyen videókat, ott néztem egy-kettőt, de nem tudom. Sok mindent nem tanultam meg belőle, alad a hülyéskedik egyébként. Meg most nekiad valami motorszerelés videói vannak, vagy ilyen hülyeségek. Nem tudom, valami olyasmit mondhatnátok, amiből tudnék tanulni. Jó van, majd logolok később. De mindig nem kapcsolom be a kamerát, főleg nem, amikor partist lapok az ügyvéd úrtól.
Majd mindent láttak majd mi? Az úgy az ennek komoly lenne. Ne szórakozzád. Tibi, na. Jó, várjál, itt lehet akkor tikod venni. Álljunk meg. Nem megyek be. Haló, baló. Aztán hol lehet a tikot itt venni? Tudom. Tikvétel, tikot akarok venni. Tikvétel, hol lehet itt tikot venni? Itt. Nem. Itt lehet tikot venni? Ó, oh, tikot akarok venni! A tikolba! A tikolba akarok tikot venni. Nem tudom, miről beszéltek. Na, milyen tikot vegyünk? Fehér tikot vegyünk? Fehér tikot? Ez mi ez, ugye? Ez milyen tik? Itt is egy ilyen tik. Van fehér tik, kettő fajta fehér tik van. De ez milyen nullába kerül? 0 euró. Ingyen van a tik. Nem értem. Itt is van ilyen barna tik. Azt a betyár, ez mekkora tik. Hát ez sokkal cifrál, sokkal nagyobb, mint a másik tyúk. 6 kiló! 6 kilós, hallod? Ez valami nagyon extra. Ez lehet a legjobb árjával. Jó, oké. Jó áhogyás. Vettem egy tikot. Ó, oh, de jó! Vettem egy tikot. De mekkora 6 kilós? Hallod, a másikok meg ilyen kettő, meg ilyen kilósak voltak. Jó, menjünk haza. Őj! Menjünk haza. Jó, van tikunk. Meglátjuk, hogy milyen tojást fog tojni. Most akkor lesz a jó, ne? Nem beragadunk a hóba. De olyan hideg ez az ülés, hallod, de nincs egy rohadt izé alatt. Párna. Jó, menjünk. Csapassuk, mi az ott? Ej, a varjút majdnem elütöttem. Ja! Hát igen, mindig nem fogom bekapcsolni a kamerát, ne azt lássák, hogy lopova izé parfist. De ennyire csóró nem vagyok. Bekapcsolom később. Kicsit tegyünk rendet, kicsit dolgozzunk, aztán akkor... Tudom, majd bekapcsolom, de most húzzunk haza. Most le tudom írni a füvet, jaj, meg le tudom söpörni ezt. Hova, te hallod? Már azon gondolkoztam, le... Szép. Fölgyújtom az egészet, próbálja benzin, de aztán leolvad. Erre kell menni, ott át a hidon, nagyon gyorsak leszünk. Megyünk, mint az őrület. Kicsit kivette az erőmet ez a készítés. Tikol készítés. A tikol készítés. Oda nézd, micsoda búzsú, hogy külön higgya van. Te fiú! Egyszer még én is leszek ilyen gazdag itt. Megveszem a fél. Addig nem nyugszok, míg ez az én leszek a polgármester itt. Én leszek a polgármester, én leszek itt a leggazdagabb. Én leszek itt a leggazdagabb. Na, van, beleburulunk ide a folyóba, mert akkor jöhet a mentés. Akkor nem szereljük elő a cuccokat. Jó, veressük neki. Na, van egy tyukunk. Igazából nem drága, nem de azért nem akartam több tyukor venni, mert most meg akarom nézni, hogy milyen sűrűn tojnak, meg igazából milyen drága a tojás, hogy lehet ezt eladni. És akkor, hogyha lesz bőven tojásom, tojik el a tyuk, akkor veszek több tyukot, csak úgy lássam, hogy mennyi a haszon rajt. Igazából még nincs nagyon elemózsiám nekik. Úgyhogy nem tudom, hogy kell etetni, majd mondjuk erre is rá kellene jönni. Jó, veressük neki. Mindig ugyanazon az udvaron megyek, de lehet, hogy lehetne más fel is. Ó, ott kívül volt egy nő. Még a másik öreg apám, aki TSZ elnök volt magyarba. Volt egy másik, igen, volt egy másik. Érdekes, hogy mind a két öreg apám, ugye, aki itt lakott lengyel, az is TSZ elnök volt. Vagy nem TSZ elnök volt, hanem TSZ elnök. Egy csóró buksó volt, na mindegy. A másik magyarban ugye TSZ elnök volt, ő Alsóbújlakon volt TSZ elnök. Ő fiatal korában mindig egy Marina nevezetűnek csapta a szelet. Egy Marinak, és később ugye Mari, ő a Marinak hívják a dédőreganyámat is ebből kifolyólag, mert összejöttek. Mindig szokta mesélni még, hogy mindig ifával jár, meg traktor, aztán mindig füttyögetett a Marinak. Ott alsó új lakon, ahol volt, ott dolgozott gyakorlatilag, meg TSZ-nek volt, meg ugye munkás is volt, gyakorlatilag, hogy ott dolgozott különböző gépek, ez mindig hajtott egy Mari nevezetűt, aztán később megölett az öreganyám,
Nagymamám. Igen. Hát ez ilyen történetek vannak. Ja, és igazából őtőle tanulhattam volna, de hát ugye én főleg... Apám már Pesten született, vagy apám ugye felment Pestre, én már Pesten születtem, úgyhogy én nem nagyon értek a mezőgazdasághoz, de így a rokonok azok így alsó újra akkor éltek, és ott tevékenykedtek. Jó, na, hazaérünk lassan, de ez az eső még mindig nem állt. Most már megmondom őszintén, még az se zavar. Komolyan mondom, már egyszerűen annyira beletörődik az ember a sorsába itt Lengyelbe. Polszki. Hát esküszöm, veszek egy fiat, kis polszki gyereket. Kis polszki. Itt azért kiri a takó utca felé. Meg lenne rakva. Egy parkocsit kellene szereznem. Szereznem? Mindig a szerzés. Ha még nem venni akarsz. Mi? Na, együttünk. Ja, már elopják a izé cuccaiban. Jaj, de jó. Jaj, de finó. Lesz ugye hurkai az asztalod. Jaj, de jó. Jaj, de finó. Lesz ugye hurka. Jaj, már ki is szállították a kokast. A tyúkot. Szia, csirke. Ez hogy most akkor mi várja? A kokas, vagy tyúk, vagy csirke? Na mindegy, tojást. Jaj, de jó. Jó van, oké. Remélem, tojsz tojást. Remélem. Jó van. Hova tojad? Oda tojad be? Nincsen tojás? Jó van, még nincsen. Jó van, lesz szávít, akkor jó van. Hát meggazdagszunk ebbe, na. Jó van, odébb megyek, figyelj, mert itt el... Jó van. Ha, a partfish is itt van. Valahogy ne kéne 3 órára ezzel a géppe. Ne kéne 3 órára, le kéne pakolnom. Jó van, kicsi gyúkom, jó legyen. Én állok, bocs, nem zavar. Ne, kapirgáljál csak, jó. Jaj, Istenem. Még nem vagyok egyedül, van egy tikom. Na, szedjük már le. Ez rohadt nehéz az. Na, francia sem belér, mekkora ne csúlyod van. Na. Jaj, a partisonga is, hogy. Na, várjál viszont. Akkor már van parfisom. Álljál meg, hát ma te esőpre vitt ezt a havat, mert az engem annyira idegesít. Hogy, Hogy mi, elköpröm a havat. Itt a bejáratnál legalább. Ez az. Ez az, jaj, de jó, úgy, ott is. Sőt. Ennyi. Ennyi. Elsöpröm a havat. Eső esik? Most éppen eső esik? Eső esik. Jó, van, le van szarva az eső. Elsöpröm a havat. Úgyis elolvadna. Elsöpröm a havat. Úgyis elolvad. Aztán legyírjuk a füvet. Megnézem, hogy le tudom-e nyírni a füvet. Beindul az az ocsmány fűnyíró. És még annyit megnézek. Tojjál tojás! Nem tojtál még tojás, gyerek? Ez a nyerő istenit. Úgy. Itt is összesöprök. Ja, őzőni. Lenyírom a füvet akkor ma. Akkor ezen az oldalon így... Jaj, odébb állok a géppe. Úgy, ezen az oldalon lenyírom a fűjét. Úgy. Jaj, de jó. Kicsit esöpröm a havat. Akkor meg így a hóba belekerül a izé. A fűj. De akkor nem is tudom, mit csinálok. Úgy. Jaj, bazze. Mennyit kell itt dolgozni? Hát nem hiszem el, de én nem erre készültem. Nem erre készültem. Ja, hát igen, alsó úgy lakon ott. Hoppa. Hoppa, megbotlottam egy kicsit. Alsó úgy lakon. Lakott az öreg apám. Tőle már szoktam mesélni, hogy mennyit dolgozott. Ő még a régi világban, ugye a kommunista rendszerben volt. De hát... Szoktam mesélni, hogy dolgozott MTZ-be, kiskabinossa.
Meg voltak ott érdekes dolgok, szántó versenyen részt vett meg mindenfélén, de én most még egy régi tattornak is örülnék, nem is kellene nekem olyan új. Mindjárt kipróbáljuk a fügyirót, csak ez a havat én nem bírom elviselni. Úgy. Úristen, mennyi hó van. Jó. Vagy igazából... Na, kipróbáljuk a fügyirót, oda rakom a... Oda támasztom a parfist. Hú, dörög az ég, de most én nekem is esőbe köpülj, mert nyírom, vagyok olyan hülye. Ó, van egyéb csak, kapirgálják, kaját azt nem tudok adni, sajnos mert nincsen. Úgyhogy kapirgálják magadnak valami szemet. Kapirgálj a szemet. Aztán utána meg majd kapsz kaját, csak tojás, nem tojtál tojás, gyerek. Nincs tojás, miért nem tojtál? Csipi, jaj. Várjál, bocs, nem akartam. Megnéztem. Hol van, GPS szempontból hol van, becsippelem a tikot, na. Akkor. Jó van, ezt arrébb visszük. Ezt kipróbálom. A rohadt érben, ez rohadt nehéz. A fejem fölé emelem, mint valami hülye. Na. Jó, ide megindulunk, azt megnézzük, hogy végig is mit tudunk. Na, óvatosan. Jó. Oké. Jó, ez megmaradhat itt. Na, akkor indítsuk be. Hogy kell bekarántani ez, vagy hogy működik? Hogy? Berántós. Na, egész jól indult, ez nem volt ez a semmi gond. Na. Na. Jaj. Jó van. Működik. Úgy, fasza. Jaj, de jó. Na, most egy kicsit hátra, úgy. Hát, megoldom a frankot, összesen együtt írtam életembe füvet. Úgyhogy nem vagyok egy nagy fügyíró szakértő, de... A kereken állítom, szorul ennek a kereke, az egyik kereke olyan nem akar menni arra, már... Aj, csúsztak a kerekei, nem... Hú, de szar ez a fügyíró. Hát ezt nem véletlenül adták oda ingyen, na. De legalább tudjuk. Ennyi, úgy. Adjál neki. Jó. Nagyon jó. Megy ez, csak nehéz irányítani, mert szorulnak a kerekek. Jó. Ne ijedjél meg, kicsit nyugom, nincs semmi baj. Apa csak nyírja itt a füvet. Nyírja. Nyírná, ha tudná. Jó van. Jó van. Nem véletlenül adták oda ingyen. Olcsó húsnak higa leve szokták mondani, hát most ez megint. Jó, ingyen volt, nerézzel, ugye? Szokták mondani, hogy olcsó húsnak higa leve, meg ajándék lónak nerézd a fogát, hát... Na, hát... Most akkor, igen, jó. És akkor azon gondolkodik, hogy várjál már. Össze kéne szednem. Vödörre össze tudom szedni ezt? Így. Úgyné. Vödörre összeszedném. Aztán, akkor... Föntözgethetném ide. Aztán lehet, hogy el kéne adnom. Vagy a TikTok neki tudom adni? A tik megeszi a fűjét? Megeszi a tik a fűjét? Nem tudom. Nem értek hozzá. Tényleg most kellene elkezdenem blogolni, aztán így meg tudnám mondani, várjál. Vagy pedig álljál. Nem három vödröm volt? Ó, van itt vödör, jól van, várjál, nincs is semmi baj. Ki kéne öntenem? Valami volt ebbe? Nincs be semmi? Jó van. Eső mindjárt vízből lesz benne, mi? Na várjál. Mindjárt. Ide dobom a vödröt. Hunalapátom? Volt lapát és az meg van oldva. Meg lesz oldva itt a dolog. Na. Hogy? Hogy? Bele a vödörbe. Na, mondom a vödörbe. Ez nem sikerült.
Hát úgy tapar ez a fű, lehet, hogy azért elsős idő van. Ez az, 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 úgy. Jó. Kicsit béna vagyok ezekhez a munkákhoz még, de majd alakul. Olyan, úgy, úgy. Fölöntözöm a platóra. Jaj, nem akartam kiönteni ide. Úgy kapadjuk össze. Béna vagyok ezekhez a munkákhoz, hát de jó van. Még gyakorolni kell. Tikom nem, hogy megszökjé. Megszökjé. Jó van. Ki kéne járnom onnan. Ezt összegyöjteném a fűjét. Ennyi. Nem tudom, hogy valahol el tudnám-e adni a füvet. Hogy van-e értelme összeszedni. Egy vedelve. Hát. Nem tudom, közben a tik majd tolják tojásokat. Meg fogunk így gazdagodni, érzem. Na, miért nem akarsz kigyűni belőle? Nem akarja kiadni. Beleragadt a fű. Hát de mert? Mi a történet? Nem akar kigyűni. Ez meg beleragadt a fű ebbe a vödörbe, hát megőrít. Nem értem. Egyik vödörből a másikba át lehet önteni? De a vödörre valami baj van. Az elromlott. Ebben volt az elején a fű, nem? Bele van ragadva, more! Jó van. Na, akkor a másikba megpróbáljuk. Hát ez nem értem, ez beleragadhatod, vagy nem tudom, mi történheted vele. Na, menjünk. Ne. Hát nem sok vlogolni való lesz, hogyha ilyen béle vagyok, de ennyi erővel, akkor rá lehetne magára a platóra is. Úgy. Hát itt azért van terület, amit le kéne kaszálni. Hát mégis jobban nézzek ki, nem? Le kéne betonoznom. Az lenne a legjobb. Úgy. Jaj. Jó van. Dolgozgatunk. Ezeket a nagy csemetéket miért nem akartak kiszedni? Kik a kapárnom? Ha még kapát is kövernem, úgy látom még. Nem mellé ment, azt hittem mellé ment, de mégse. Hopp. Hogy a lapátomat leejtettem. A lapát leejtése vigyázzik, mert egy lapátot már elvesztettem így. Húr a lapátom! Jaj! Jajaj! Hún a lapát, ott a lapát, ez a lapát. Ez edől, belepi a hó, meg minden, aztán akkor vége van a bulinak. Ja, ide szórtam a havat most meg. Én hülye. Én hülye gyerek. Na, el kell a pátolnom. Hogy, ide mehetsz, hó. Össze kéne szednem az összes havat, ehordanom. Eladom a havat. Eszkimóknak. Mi? Na lassan kellene vlogolnom is majd már. Hogy? Kéne vlogolni. Lehet, hogy vödrökbe egyszerűbb bele már nem. Hozzon vödröt. Nem tudom, az például miért nem akar kiborulni belőle az egyikből. Ez valami eromlott, bele van gyógyulva. Az a baj, hogy azt ott hagytam, aztán volt benne, bele volt gyógyulva már az a fűj. Lehet, hogy belerohadt. Ez az. Ó, milyen szépen összeszedtem. Jó van. Kitakarítjuk az udvart. Közben tojik tojást a tyúkom. Aztán akkor szerintem az is frankó lesz. Na. Add ki magad, bu. Így. Szépen fogd azt a lapátot, ides fiam. Hoppá, ez hó volt. Hó mehet oda.
Meg jó, hogy van söprű, nem kell lapátolnom a havat. Ez az, itt is volt, itt még láttam. Tódaltam. És el is fogyott az összes fű. Jó, van, összeszedtem, ott még volt egy kicsi. Oké. Okay. Ja, le kell nyírnom tovább akkor. Lenyírom fűnyíróval, azt akkor összeszedem. Hát, valahol csak megveszik ezt. Meg kéne néznem, hogy ez jól működik? Nincsen információ róla. Attól félek. És még mindig nem győz ki belőle. Hát ez az, amelyik beleragadt, ugye? Ez beleragadt. Oké. Okay. A másik az működik. Az a vödör az szerintem se lejt. Az lehet, hogy beleragadt. Ki kell róna mosnom előbb. Jó, hát ezt ide rakom. Jaj, a camping bicikli. A fölökök itt mindent. A föte. Camping bicikli, jó. Jó, hogy van standerünk. Oké, okay, oké. Okay. Na, nincs tojás. Na, még attól igaz a tyúk. Jó. Oké, okay, hát akkor kellene tovább nyírogatnom. Behozom ezt egyelőre. Meg kellene várnom, hogy eláll az eső. Na, kéne vlogolnom. Na, csinálok valami jó vlogot, hogy milyen ügyesen haladok. Megdicsér nekem, vagy nem. Így, oké. Okay. Itt a lapátot ide támasszuk. Aztán csinálok egy jó vlogot. Hát, ha segítenek, van valami jó ötletük, mert aztán eléggé veszed vagyok. Csinálom valamit a dolgokat, de aztán, hogy minek. Na, elindítom a kamerát. Pillanat. Jó. Itt indítom el a kamerát, aztán így van egy meglepetésem. Úgy fogom kezdeni, biztos nagyon meglepődnek. Na, oké, okay, akkor bekapcsol. Na csácsomi, csőtészta, csokoládé és tatorkerék, sziasztok, Sanyi vagyok. Esik az eső, nagyon-nagyon szomorú vagyok miatta. Képzeljétek, az előbb voltam lenne a faluba, vettem egy fűnyírót, meg egy parfist, és nekiálltam itt keményen dolgozni. Ja, meg építettem egy ilyen tyúkolat, meg vettem egy darab tyúkot, és várom, hogy tolja a tojást, és remélem, hogy fog tojni, és abból pénzt fogunk akkor csinálni. Adjatok tanácsot szerintetek, hogy mégis mennyire várjam, hogy hány tojást fog ez naponta tojni, mert eddig még nem tojt egyet se, ez körülbelül már egy-két órája megvan, de még nem tojt, úgyhogy várom a válaszaitokat, hogy meddig, mikor fog tojás lenni. Egyébként itt van a fűnyíró, amit vettem, meg itt van a partfis, amit vettem, ezt is úgy vettem, nem volt olyan drága, de egyébként, ja. És akkor itt a fűnyíróm, kipróbáltam, most annyit, hogy nyírtam egy kis füvet, meg a lapáttal összeszedtem vödörbe, utána meg ugye felöntözöm a platóra, és talán találok olyat, aki megvenné a füvet is, és így akkor két legyet ütök egy csapásra, hogy például lenyírom a füvet, és szép lesz itt minden, és meg még ráadásul lesz egy csomó pénzem is. Szerintem tök jó ötlet. Egyébként azt mondjátok már meg, hogy ezeket miért nem vágtak ki a fűnyíróm. Ezeket a nagy gozokat mivel tudom kivágni? Ja, igen. Akkor, ja, ennyit akartam így mondani, hogy most már van tyúkunk, meg van fűnyírónk, úgyhogy majd fogok közben fűnyírózni, és lehet, hogy akkor úgy, hogy nem videózok, hanem lenyírom a füvet, aztán csináljuk. Jó? Ezzel viszont bejárok most. Várjátok, egy kézzel nehéz, így jó. Jó, látjátok, ilyen, ez nem is vezettünk még, ugye? Na, egy kézzel nehéz egy picit, Ja, írtátok, hogy az a kukorica nem jó, hát mindegy, azt majd kikapálom. Veszek kapát, azt kikapálom, aztán ültetünk bele valami krumplit, vagy valami csodát. Ja, ezen szoktam egyébként üldögélni, egy kézzel, oda nézzél. Ezen szoktam üldögélni. Aztán, ja, így van, úgy, bevegyünk. Bevegyünk, hogy ne ázzon meg nagyon a fű, mert lehet, hogy nem tesz neki jót. Aztán akkor még nyírom majd a füvet. Valami lesz. Úgy, állítsuk meg. Igen, igen. Egyébként, ja. Ó, lemosta az eső a fűnyírót. Azt hittem rozsdás, de nem, hanem csak sáros volt. Ja, oké. Okay. Igazából ennyit akartam mondani. Olyan zavarban vagyok ám egyébként, mert még nagyon nem csináltam egy videót se, aztán nagyon furcsa ez nekem most. Na, a tyúkot minek? Mondjatok valamit, hogy minek nevezzük el a tyúkot, mert... Jaj, nagyon aranyos tyúkocska.
Ez volt a legnagyobb tyúk egyébként, képzeljétek el, mert ilyen 2 kilósak voltak, ez 6 kilós tyúk, mert gondoltam, ezt olyan a legnagyobb tojást akkor, hát nem így evidens. Igazából van ám eszem, nem vagyok olyan buta. Na, akkor köszi szépen, hogy itt voltatok, jók legyetek, csácsubi!